Nem normális dolog az, hogy ebben a kórházban összesen tudomásom szerint két olyan orvos van, aki a rákbetegek gyógyításával foglalkozik, de kettőjük közül az egyik szintén rákbeteg, és hogyha ő maga onkológiai kezelésre szorul, akkor az általa ellátott betegek sajnos nem kapják meg azokat a kezeléseket, amelyre szükségük lenne. Az ellenzéki polgármester jelölt Porrejsz Balázs szerdai Facebook videója, amelynek szereplői megint valótlanságot állítottak, hogy megtévesszék a választókat. Erre Simon Robert Balázs reagált a sajtótájékoztatón, aki elmondta, egy szó sem igaz abból, hogy mindössze két orvos dolgozna a PECC kórház onkológiáján. A valóság az, hogy több mint 10 orvos van az onkológia osztályon, aki egész évben a nap 24 órájában maximális szakmai színvonalon látja el a betegek gondozását, és ezt teszik természetesen a mai napon és a következő időszakban és az elmúlt években is. Úgyhogy ami itt elhangzott, én azt gondolom, hogy ez most már mindenen túlmegy, ez egy hazugság. A képviselő kiemelte, az ellenzék aljas rágalmakat terjeszt a Fidesz polgármester jelöltjéről is. Simon Robert Balázs hangsúlyozta, a jövő vasárnapi választás tétje óriási, hiszen azon Győr sikeressége múlik. Rengeteg olyan ügy van, amit képviselnünk kell az országházban, vagy éppen a minisztériumokban, az államtitkárságon, vagy a miniszterelnök úr környezetében, és úgy tud szökkenőmentesen működni a város, hogyha ugyanazon párt képviselői a városházán, illetve az országgyűlésben is ezeket az ügyeket tudják képviselni. És talán záró gondolatként én annyit szeretnék elmondani, hogy ugyanez igaz az önkormányzat kapcsán is, hiszen a 16 körzetből 15 körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjei győztek. Hogyha reálisan belegondolunk abba, hogy működőképes tud-e lenni a város egy ellenzéki, bármelyik ellenzéki vagy civil jelölttel, hogyha ők nyernének, én azt kijelenthetem, hogy nem, egy káosz alakulnak ki. Karaákos a tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz jelöltje a győriek megkérdezésével dolgozta ki 20 pontos programját. Dr. Dézsi Csaba András 20 pontos programja a garancia a Győr további fejlődésére. Ebben a fejlesztési programban, amelyet a lakók elé tárt, illetve a különböző városrészi fórumokon, meg a különböző személyes konzultációkon a lakókkal együtt, győriekkel együtt készített el, ebben nagyon fontos javaslatok szerepelnek. Az egyik talán legfontosabb javaslat, hogy nyitott konzultatív városvezetést képzel el a fontos kérdéseknél, mindig meg fogja kérdezni a győrieknek a véleményét. A képviselő kiemelte, a fideszes polgármester jelölt megválasztása esetén minden városrészt fejlesztene és nyitott városvezetést valósítana meg. Minden városrész, tehát Győrnek minden városrésze továbbfejlesztésre kerül. Ez szerintem nagyon fontos, hiszen eddig is törekedtünk a kiegyensúlyozott városfejlesztésre, de most ez még nagyobb hangsúlyt fog kapni. Szeretnék utalni arra, hogy a lakótelepeken a parkolási probléma megoldásában szeretnénk jelentősen előrelépni. Úgy szeretnénk új parkolóhelyeket létrehozni, hogy közben a zöld felületek mennyisége sem csökkenjen. Ahogy láthatják a győriek, hogy megérkeztek az új buszok, illetve azok a modern buszok, amelyek már forgalomban is álltak, és jó visszhangra találtak a városban. Az év második felében ezt a 17-22 új csuklós busz fogja várhatóan kiegészíteni. A képviselők arra kérték a választókat, ne dőljenek be az ellenzék ígéret cunamijának, mert a fővárosban már is bebizonyosodott, hogy ott csak addig kellettek például a nyugdíjasok, amíg meg nem nyerték a választást, aztán gyorsan el is felejtették nekik tett ígéreteiket.